Megkezdődtek az ünnepi könyvhét gyulai programjai. Az első összeállításban erről számolunk be. Egy országos programsorozat részeként második alkalommal tartották meg a Grand Opening összefogás elnevezésű hangversenyt az Erkel téren. Ezután a budafoki országos néptáncversenyről láthatnak felvételeket gyulai közreműködőkkel, akik többek között palackai táncokat mutatnak be. A műsor végén régebbi felvételeink közül válogatunk. Díjas író, költő, fordító volt. Csütörtök késő délután megnyitották a 93. ünnepi könyvhét és a 21. gyermekkönyvnapok programjai Gyulán. A könyvek aranyeszmék kincstárai. Ki velük foglalkozhatik, az sohasem lehet boldogtalan. A Korvina 1940. évének 25. számában olvasható ez a gondolat, ez a folyóirat, főleg az ifjú nemzedéknek mondom, a magyar könyvkereskedők egyletének volt a közlönye. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezzel a gondolattal nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Gyulaváros önkormányzata nevében a 93. ünnepi könyvhéten, amit bátran mondhatunk a magyar szerzők, a magyar alkotók, a magyar könyvkereskedők ünnepének is. Európa szerte számos nagy városban ünneplik a könyvet. De miért feltehetnénk ezt a kérdést? Talán azért is, mert bátran kijelenthetjük, hogy a könyv az emberiség értéke. Ha egy kicsit visszamegyünk a múltban, és ti is, kedves diákok, tanultátok már valószínűleg az írásbeliségnek a kialakulását, amikor még pergamenre írtak az őseink, majd ezt követően jöttek a kódexek, a kézzel írott, csodálatos iniciálékkal díszített kódexek, amik tudjuk nagyon jól, hogy csak és kizárólag az egyházi személyiségek a vallás területén volt ez jellemző és olvasható, hiszen akkor a papság volt alapvetően a műveltségnek a hordozója, és latinul természetesen az egyházi vezetők, az egyházi személyek bírtak. És nyilván ezek a könyvek, ezek a kódexek rejtették mindazt a tudást, mindazt az információt, ami szükségeltetik abban az időben is ahhoz, hogy valamilyen rálátása legyen az embernek a világra. És aztán jött egy forradalmi nagy változás, ugye Gutenbergnek 1453-ban ugye a könyvnyomdája, ami aztán felgyorsította egy kicsit a könyvek készítését, majd ezt követően közel az azt követő 30 évben már Európa szerte, Magyarországon is a könyvek nyomtatása megjelent. De feltehetnénk ilyenkor az ünnepi könyvhét megnyitóján is, hogy a mai kor nemzedékének, nektek kedves diákok, mit jelent a könyv? Amikor irodalom órán a magyar tanár kedves kollégák azt mondják, hogy kötelező olvasmányként el kell olvasni Márió és a varázsló, el kell olvasni mondjuk Camusnak a közönyét, a háború és békét az nem merem megkockáztatni, mert az igen terjedelmes mű, de akkor ti, diákok, hogyan viszonyultok a könyvhöz? Én nagyon bízom benne, hogy elsősorban szeretettel, és nem egy kötelező valaminek tartjátok, hiszen a könyv használata, a könyv olvasása, én azt gondolom, hogy egy alapvető műveltség a mai ember számára is. Ha nem olvasunk könyvet, nem vagyunk bizonyos szavak birtokában, nem gyarapszik a szókincsünk, nem fejlődik a kifejezőkészségünk, és egyáltalán a magyar nyelvet, ezt a csodálatos nyelvet nem tudjuk úgy mivelni, mint ahogy egyébként szeretnénk, és ami mondjuk jó esetben egy egészséges társadalom elvárása. Nem véletlen, és itt érdemes is megemlíteni az ünnepi könyvét megnyitóján, nem véletlen, hogy évek óta a Magyarorvosi János Városi Könyvtárban van egy kiváló rendezvény, egy sorozat, a nagy olvasási verseny, ami egy kihívás. Én arra bíztatlak, kedves diákok, titeket ezen a szép napon, hogy ti is nevezzetek be, olvassatok minél több könyvet, ismerkedjetek meg mindenféle műfajjal, és érezzétek azt, hogy ebben az agyon digitalizált világban a könyv az mekkora érték. És hogyha magatokévá tudjátok tenni ezt az értéket, akkor majd a gyermekeitek és az unokáitok is értéknek fogják tekinteni a könyvet. Én arra bíztatok mindenkit ezen a megnyitón, hogy használjuk, forgassuk,
És nem csak a szemed gyönyörködtető művekben lejjük meg az örömünket, hanem ha találunk olyat, akkor a lelki tartalmával is töltődjünk föl. Ezen gondolatokkal az ünnepi könyvhetet megnyitom. Valóban 93. ünnepi könyvhét és 21. gyermekkönyvnapok programjai kezdődnek most itt Gyulán. Országosan is elindul ez a programsorozat természetesen, de Gyulán a Magyarorsi János Városi Könyvtár szervezi. Minden év elején szoktam már a Magyar Könyvkiadók és Könyvteresztők Egyesülése megkeresni a településeket. Ugye a fő célja ennek az ünnepi könyvhétnek, hogy a kortárs írókra és egyáltalán az irodalomra fölhívja a figyelmet, és hogy ez közelebb vigye az emberekhez. Úgyhogy mindig azt kérik, hogy ha lehet, akkor szabadtéri programokkal, tehát menjünk ki az épületekből, vigyük ki a terekre, mutassuk meg azt, hogy milyen szép könyveink vannak, milyen gazdag a kultúránk. Ennek a jegyében születik ez is meg, de természetesen nem lehet csak szabad téren programokat tartani, ezért mi, és ráadásul ugye bár 4 napon keresztül szokott ilyenkor a központi rendezvényt tartani, szeretnénk, hogyha nagy írókat is el tudnánk hívni, ezért mi 1 héten keresztül szervezünk vidéken programokat, itt legalábbis Gyulán mi ezt a hagyományt követjük, úgyhogy a mai csütörtöki naptól jövő hét szerdáig látunk majd vendégül, reményeink szerint sokak érdeklődésére számot tartó írókat, könyveket, és hát természetesen a gyulai vonatkozású köteteket is bemutatjuk, amik aktuálisan megjelentek az elmúlt időben. Kis Ottó, József Attila díjas író költő dedikálta az újonnan megjelent könyvét, melynek címe A kék oroszlán bezár. A kék oroszlán bezár címmel jelent meg most az ünnepi könyvhétre az Athenaeum kiadó gondozásában. Hát a kiadói hátlap szerint a legszebb novelláim gyűjteménye. Ezt közösen válogattuk Bedes László szerkesztővel, és reményeim szerint is a legszebb novellák kerültek bele. De nem csak ez volt a szempont, hanem tematikusan válogattuk. Gyakorlatilag a Dél-Alföldön, Kelet-Magyarországon élők rendszerváltás utáni életét mutatja be összefoglalóan, így lehetne elmondani. Minden novella más-más szegmenst próbál megfogni, próbál rávilágítani. Tehát van itt tanártörténet, tanárélethelyzet, van munkás, van idős ember, van szegény ember, van fiatal, van mérnök úr, stb. Tehát hogy élünk itt gyakorlatilag, vagy hogy éltünk itt az elmúlt 30 évben. Ebből próbáltam egy ilyen keresztmetszetet adni. 26 novelláról van szó, ebből 13 a korábbi 20 évvel ezelőtt megjelent novellás kötetemből van, átírásokkal, javítgatásokkal, illetve 13 új novella szerepel benne. A cím az egyik novella cím, az egyik novellából vettük, a kötetben szereplő novellából, de jellemző egyébként erre az egész korszakra, ugye, hogyha nagyon le akarom csupaszítani, akkor arról van szó, hogy ezek a régi típusú, akár kiskocsmáról van szó a kék oroszlán esetében, de lehetett volna más nevet is adni a kocsmának. Tehát ezek elmúlnak, bezárnak, a rendszerváltás után kezdődött ezeknek a átalakulása, pusztulása, de hát ezzel együtt, ugye ez egy jelképes dolog, ezzel együtt azért sok minden eltűnt és átalakulóban van mai napig. Hát gondoljunk csak arra, hogy 2000-ben még az internet, vagy a Facebookról nem is hallottunk, vagy az okostelefon is, nem tudom, olyan 25 évre tekinthet vissza, körülbelül ugye 25-30 évre tekinthet vissza, és ma már ott tartunk, hogy virtuális valóság. Tehát 20-30 év alatt így változott meg a világ, és ehhez a változáshoz, vagy ehhez képest nagyon messze vannak már ezek a kis kocsmák, és mindaz, ami ahhoz tartozott, az a világ. Hát körülbelül erről szól, vagy erről is szól ez a könyv. A megnyitót követően a könyvhét első vendége Rakovszky Zsuzsa, Kossuth díjas író, költő, műfordító volt. Hát én rengeteget fordítottam, úgyhogy hogy egymásra tennék őket, akkor a plafonig érnének a könyvek, amiket fordítottam, és mindent a világon, a vallás filozófiától a macska tulajdonosoknak szóló jó tanácsokig.
És hát elég sok ilyen ifjúsági lektűrt, mint amilyen az Alkonyat is. Én nem is tudtam, mikor elvállaltam, hogy ez egy olyan rettenetes nagy siker, jött egyik a másik után, de élvezettel fordítottam, szórakoztató volt. Hát a fiatalokat mondom, az eredeti szólította meg, mert nagyon olvasmányos, fordulatos, hangulatos szerelmi történet, úgyhogy biztos, hogy az ifjú hölgyolvasókat különösebb erőfeszítés nélkül is megszólította. Hát nem egy, mondjam, nagyon bonyolult szöveg, de ügyes, jó. Nem egy nagyon nagy fordítói kihívás, de kellemes munka volt. Fordítottam például közvetítő nyelvből színháznak a Per Güntöt vagy görög drámákat, Euripidészt. Aztán volt egy nagyon szép amerikai regény, az a cím, hogy Hideghegy, ami filmen is látható volt, azt lehet, hogy ennek jó voltából többen is ismerik. Fordítást azt most már nem vállalok, most már csak saját műveken dolgozom, néha egy-egy verset, de elég sok verset is fordítottam, azt talán akkor még megemlíthetem. És mondjuk egész kötetet már nem, de hát van ilyen, hogy tudom én, egy prózakötetben van egy versbetét, vagy hát valami szokott adódni, de ilyen, tudom én, napi sok oldal, hosszú, 500 oldalas könyveket azt már nem vállalok. Az elmúlt hétvégén ismét megrendezték a Grand Opening összefogás elnevezésű országos koncertsorozatot, melyhez Gyula is csatlakozott. Az Erkel téren megtartott eseményen közösen lépett fel a Békés megyei szimfonikus zenekar és a gyulai Erkel Ferenc vegyes kar, valamint az Erkel ösztöndíjas Szegedi Réka, aki Furuján működött közre. A San Martini Evdur koncertójának második és harmadik tételét fogom játszani. Felszabadító együtt zenélni ezzel a zenekarral. Próbákon nagyon hasznos munkát folytattunk, és már várom, hogy felléphessek. A tanulmányaimat a Győri Széchenyi István Egyetemen fogom folytatni, klasszikus furuja szakon, és Bali Jánosnak leszek a tanítványa. A mostani felkészítő tanárom pedig Kackó Gabriella. A próba folyamatáról Gál Tamás Liszt Ferenc díjas karmesterrel, a koncertről a Gyulai Várszínház igazgatójával, Elek Tiborral beszélgettünk. Elsősorban magyar műveket, Bartók magyar képek például, Kodály Marosszéki táncok, a teljesség igénye nélkül, aztán Erkel Ferenc palotás, két részlet a Bang Bangból, a Erkel Ferenc vegyes karral, Gyulán, és lesz egy nagyon tehetséges, csodálatos furujásunk, ő barokzenét játszik, az egy kicsit színesíti, ilyen szempontból idegen, de gyakorlatilag az egész műsor magyar műsor. 4-5 próba, azt szokott a klasszikus lenni, azt mondják, hogyha ha 4-5 próba nem elég valamire, akkor 12 sem, mert akkor már túl próbáljuk a dolgot. Egyébként nagyit azért elmondanék, hogy kezd most már rendszerré válni, hiszen ez a második alkalom, ugye ezzel a kórussal mi dolgozunk itt, ezen a téren, és csak imádkozni tudunk, hogy ne legyen nagy szél, mert ugye mindenki arra azt gondolja, hogy ha esik az eső, akkor nem lehet koncertezni. Igen, nekünk az nagyobb ellenségünk a szél, eső is, de a szél, mert a kottáknál lapozni kell, kicsit peszelni nem lehet. Tehát amikor egy ilyen hosszú kottát lapoznak, akkor nem tudom, hogy ez ide tartozik-e, de ezért imádkozunk, hogy csökkenjen a szél, mert nagyon nehéz úgy játszani, hogy közben a kottát kell fogni. Úgy tűnik, hogy azért is történik az ismétlés, mert nagyon pozitív volt a fogadtatás, kitűnő volt az idő. Én most részletesen nem emlékszem pontos műsorra, de ebből a ilyen típusú opera részletekből csináltunk együtt. Már második alkalommal, tehát mondhatom, hogy hagyományteremtő szándékkal rendezzük meg ezt a Grand Opening összefogás Gyulán elnevezésű komoly zenei hangversenyt itt az Erkel téren. Nem is csak mi rendezzük, hanem a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége, ez egy országos szervezet, a legnagyobb művészeti fesztiválokat tömöríti, és a szövetség tavaly határozta el, hogy a járvány helyzet feloldását egy
országszerte emblematikus helyszíneken, nagyvárosokban, ahol művészeti fesztiválok vannak, ott egy-egy komoly zenei hangversennyel köszöntsék a fesztivál nyitányt tulajdonképpen. Tehát ez a mai este nem a Gyulai Vászínház 59. évadának a nyitánya, hanem általában az országos fesztivál nyitány, és 13 városban, 15 helyszínen hangzik el ezen a hétvégén, mert nem csak ma, hanem ezen a hétvégén, mindenhol például Kodály Zoltánnak egy műve, most ez a kötelező, tavaly Erkel Ferenc egy műve kellett, most Kodály Zoltán egy műve, itt Gyulán is a marosszéki táncok fog például elhangzani, de ezen kívül itt Gyulán lesz természetesen Erkel, Bartók, Mozart, San Martini művek is, remek művek mondhatom, a Békés megyei szimfonikus zenekar és a Gyulai Erkel vegyes kar közös előadásában. Egy Erkel ösztöndíjas is Szegedi Réka Furuján fog közreműködni. Thank you.
A 100 éves cukrászda pódium sorozatának novemberi meghívott vendége Besenyei Ferenc Kossuth-díjas színművész volt. Munkatársunk fellépés után beszélgetett vele színházról, művészetről, közéletről. Tisztelt művész úr! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Gyulai Városi Televízió nézői nevében, és ha megengedi, akkor egy kis baráti beszélgetést, ha mondhatom így, itt, hiszen már többször jár Gyulán. A szerelemről hallottunk, a magyar nótákról, a magyar életről, és nehéz eldönteni egy néző számára azt, hogy önnek most a próza vagy a dallamok állnak közelebb a szívéhez. Ez olyan dolog, hogy egy emberbe mindenféle dolog belefér, és a szerencsés az a komédiás, akiben mind a kettő belefér. Nem mindenki befér bele, persze, természetesen, de én olyan szerencsés vagyok, hogy mind a kettő belefér. Az én színészi magatartásomban és képességeimben ez így történt meg az, hogy ezt a nagyszerű hegedűst megkaptam, és játszom, mondtam már 400 előre, csináltam belőle. Utána pontosan kell énekelni, szóval nem lehet mellé énekelni, nem lehet tízni, pontosan ki kell énekelni a hangokat, és nagyon örülök, hogy sikerült, és igazán mondom, nagyon hálás vagyok, hogy ez a darab megtalált engem, mert a közönség borzasztó nagy szeretetével és tapsai között lehet szépen, méltóságteljesen lecsurogni egy pályáról. Tanulj meg, fiam, komédiázni, hallottuk az egyik szám közben. Ki tanította meg komédiázni? Komédiázni? Kedvesem, komédiázni, úgy látom, hogy én a bölcsőben tudtam már komédiázni, különben nem juthattam volna ide. Valahogy a sors engem ide vezérelt ehhez a dologhoz. Az én életem úgy kezdődik, ahogy az első pillanatban vetettem a lábam a színházba. Ott születtem. Elárulhatjuk, hogy mikor volt ez? Azt nem tudom. Ilyen időpontok, nem 40-ben vagy 41-ben, nem tudom pontosan, a Szegedi Színháznak tagja lettem. És onnantól kezdve egy intenzív jelenlét, napi 20 órai készenléti állapottal csinálom végezt a mesterséget. Minden percben a megoldások. Én nagyon szerencsés vagyok, mert az életemet a remek művek társaságában tölthettem el. Remek emberek között, nagyszerű rendezők, költők, színházcsinálók, mind nagyszerű emberek voltak körülöttem, akik a költők rám bízták a gondolataikat, és ennek meg kellett felelni. Úgyhogy az egész életem egy ilyen nagyon szép, nagyon nívós kihívás volt. Azért nagyon szép, és itt támasztott velem szembe. Ha szabad megkérdeznem, ez az előadásmód, amit ön teljes szívvel átéléssel, mi úgy látjuk, emögött tényleg mennyi a szív, mennyi a színészet? Emögött egy egész élet van, különben hozzá se tudnék fogni. Ez nincsen leírva sehol, ez itt van bennem, a szerkezet, én magam vagyok. Ez nincs leírva, nincs, nem fizélek vele. Az a gondom, hogy amit tudtam, amit tapasztaltam az életben, az életről, erkölcsről, szépségről, művészetről, amit tudok még, azt mind elmondjam azoknak, akik ettől eddig távol voltak, vagy távolabb voltak, és ezáltal közelebb hozzam az emberek agyát, szívét a színházhoz. A magyar életről is tett említést, és tényleg úgy érezzük sokszor, mint ahogy évtizedeken keresztül ez volt, hogy távol voltunk egymástól. Igen, sajnos ez egy ilyen magyar átok. Ez egy ilyen magyar átok, ez mindig így volt Magyarországon, de azt hiszem, hogy most talán meg lehet majd változtatni úgy, hogy addig nem szabad nyugodni, míg a színház ennek a népnek a szabad egyetemévé nem válik. Ennek a népnek a szabad egyetemévé nem válik. Tehát itt kicserélhető a gondolatait, itt a közös gondolkozás
felelősségében és élvezetében részt tud venni. Tehát népszerűvé kell tenni a színházat. A színházat nem eltávolítani kell, hanem közelebb hozni a közönséghez. Úgy érzem, hogy joggal említette a nívótlanságot, a pornót és egyéb olyan dolgot, ami az életünkkel sajnos most egyre inkább belejárója. Mennyire kell ez? Ez sajnos nem kell, ez biztos, hogy nem kell, de most a pillanatban nincsen gazdája a lelkünknek. Nincs a lelkünknek gazdája. Ezt nem szabadna megengedni azért, mert erkölcsileg vagyunk lent padlón, erkölcsileg vagyunk padlón. Megszűnnek az egymásról a viszonyok, az erkölcsi tartalékok, az erkölcsi tartalmak. Minden megszűnt, ami az ember által való megbecsüléséhez vezeti. Ez mind megszűnt. Ezt nem szabadna tovább rohasztani. Úgyhogy én félek, hogy ez nagyon nagy baj lesz, de talán majd ki tudunk bele lábalni egy bizonyos idő után, amikor újra tudnék a színház, az a társadalommal együtt lélegzik. Ha a társadalom fuldoklik, akkor a színház is légüres térbe kerül. A társadalom most fuldoklik, a színház légüres térbe kerül. De szerintem mihelyt lesz közönség, pénzes közönség, aki igényli a színházat, azonnal meg fog változni az egész olcsó megoldások felé vezető út. Ez ki fog szépen tisztulni, és én hiszem, hogy rendben jön, és érdemes ezt újra színésznek lenni. Érdemes volt Gyulára is lejönni? Érdemes volt, igen, érdemes. Én szeretem ezt csinálni. Ha valaki látja, valakinek van agya hozzá, és látja, hogy mit csinálok, akkor látja, hogy én ezt borzasztóan szeretem csinálni. Ez nem azért csinál, mert ez nincs, ezt nem lehet megfizetni, mert 6 órát kell utazni azért, hogy egy előadást csináljak. 6 órát kell kocsiba ülni. Azért. Hát micsoda állatbarom az, aki ezt csinálja. Ezért a semmi pénzért, amiért felé elviszi az adóhivatal. Azért csináljuk, mert szenvedélyesen szeretem a saját mesterségemet. Szenvedélyesen szeretem azt, hogy együtt lenni a közönséggel. Ezt már 100 éve csinálom, 20 éve csinálom. Tehát ez nem olyan dolog, hogy leruccanunk izére, ide meg oda. Ez nincs annyi pénz a világon. Ne azt fizessék meg nekem, hogy én elmondom a közönségnek a dolgaimat, hanem azt, hogy 6 órát ülök kocsiba, esőbe, ködbe, hóba. Tehát ez nincs, ez szó se lehet, ez szó sincs. A 70 éves szívemet úgy adóztatják, mint az iparosok gépeit és szerszámait. Ez gazdátlanság, ez gondatlanság, ez nem tudok rá, gengszterség, ez hiba, nem bűn, borzasztó hiba, hogy azzal néhány színésszel, néhány, egy-két, tehát vagyunk pár ezeren, egy másfél ezer vagy állat, és 500 színészre vonatkozik ez a dolog, ez a szörnyű adóztatás. Egy színészt adóztatni Magyarországon, ahol senki, ahol senkinek nem fizetnek. Hát ingyen dolgoztunk 40 évig. 40 évig ingyen dolgoztunk. Most már nincs pénz, miből fizetni. Ezek a kultúrházak, ez a csoda, hogy egyáltalán ez működik. Hát ezek bezárnak, hát a villanyszámlát nem tudják kifizetni. Befűteni nem tudják a termet. Érted? Tehát ez megszűnik lassan. Az a baj, hogy a kultúrházak ott állnak idegen, üresen, idegenül, kiszolgáltat ennek a ipari zenének, ennek a ordításnak, meg ennek a... Ebbe a átmeneti időszakban optimizmusát is érzékelem, de ugyanakkor a gondokat is joggal felvetette. 31-néhány év távlatából, amikor a Szabadtéri Színházba Szegeden ott ültem a nézők között, ön az úr szerepét játszotta. Ember küzd és bíz, ha bízzál. Most is hasonló a vélemény. Nézd, ebben az ember tragédiában minden benne van, hogy ember küzd és bíz, ha bízzál, ez egy örök lelki parancs, erkölcsi parancs nekünk is. És tényleg az van, hogy ember küzdj és bízva, és mindenki ott csinálja jót, ahol tudja. Akkor annak reményében köszönöm meg a beszélgetést, hogy nem csak a televízióban, nem csak a főváros színházakban, hanem itt Gyulán is fogunk alkalomattán találkozni. Biztosan fogunk.